Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szombat este elrendelte a Donetszki régió ukrán ellenőrzés alatt álló településeinek kötelező kiürítését. Az államfő videó üzenetében elmondta, a háború jelenlegi szakaszában Oroszország legfőbb fegyvere a terror. A területen, ahol jelenleg ádászharc dúl, még mindig százezrek élnek. Minél többen hagyják el donyecket, annál kevesebb ember tud megölni az orosz hadsereg. Tette hozzá az államfő, egyben kiemelte, hogy a lakosság tiltakozása ellenére az evakuáció elkerülhetetlen. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők kárpótlást fognak kapni. Az elnök azt kérte a lakosságtól, hogy győzzék meg az ott élő ismerőseiket a régió elhagyásának szükségességéről. Korábban Irina Verestyuk, ukrán miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy az evakuációt még a tél előtt kell végrehajtani, mert a térségben ellehetetlenült a gázellátás. Ukrajnában az időjárási viszonyoktól függően a fűtési szezon kezdetét október közepére tervezik. Közölte Oleksiy Csernyisov, kistérség és területfejlesztési miniszter szombati tájékoztatóján. Számolt be az Ukrimform. Elmondása szerint kormányzati szinten született meg a döntés, mi szerint nem emelik a távhő tarifáját. A lakossági gázárát pedig 1000 köbméterenként 7420 grivnyában állapították meg. A parlament három törvényt hagyott jóvá, amelyek lehetővé teszik a fűtési szezon biztosítását és a tarifakülönbség kompenzálását. Ez azt jelenti, hogy megteremtődtek a fűtési szezon fizikai és gazdasági feltételei, tette hozzá Csernisev. A miniszter elmondta, a szabálynak megfelelő hőmérsékleti mutatókat nem módosították. A minimális hőmérsékleti szint nem lehet kevesebb 18 foknál. Augusztus 1-től Ukrajnában kizárólag elektronikus vénnyel lehet antibiotikumot vásárolni az állami, valamint a magángyógyszertárakban. Számodba az Erbeka Ukrajna az Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. Az elektronikus receptet bármelyik szakorvos, sebész, terapeuta, gyermekorvos vagy fogorvos írhatja fel. Legfontosabb feltétel, hogy az intézmény és az orvos nyilván legyen tartva az elektronikus egészségügyi rendszerben. Ellenkező esetben az orvos papír alapú vényt írhat ki. Az átmeneti időszakban az antibiotikum bármely gyógyszertárban beszerezhető. Ehhez be kell mutatni a tájékoztató igazolást vagy a papír alapú receptet. A vény kiállítása napjától 30 napig érvényes. A páciens maga választhatja ki a gyártót, és költségvetésének megfelelően részletekben is megvásárolhatja a gyógyszert. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium megnevezte a belföldi menekült gyermekek első osztályba való beíratásához szükséges okmányok listáját. Az előírás értelmében az egyik szülőnek, gyámnak vagy más törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania a gyermek lakóhelye szerinti oktatási intézményhez, és az alábbi dokumentumokat kell csatolnia. Születési anyakönyvi kivonat, vagy a személyazonosságot igazoló okmány, valamint a 86-os formátumú orvosi igazolás. Lehetőség szerint ezen kívül csatolni kell a menekült státuszt igazoló okmányt. Kárpátalja szerte tart az oktatási intézmények óvóhelyeinek felmérése. A légiriadó esetére kialakított menedékhelyeknek meg kell felelniük a szaktárca ajánlásainak és a hatályban lévő jogszabályokban előírt követelményeknek. A körösmezői kistérséghez tartozó négy településen nyolc iskola működik. André Dejletőncsuk a kistérség polgármestere stábunknak elmondta, az óvóhelyek felülvizsgálatára egy szakmai bizottság létrehozását rendelte el. A polgári és a katasztrófa védelem, valamint a rendőrség képviselőiből álló szakmai bizottság létrehozását rendeltem el. Már felmérték a lehetőségét annak, hol lehet óvóhelyeket kialakítani. Az iskolák igazgatóival tartottunk egy kibővített tanácskozást, és részletesen ismertettük velük a követelményeket. Vannak olyan oktatási intézmények is, amelyekben az óvóhelyek a követelményeknek megfelelő kialakítása, még egyéb munkálatokra van szükség. Ezek számára kidolgoztuk a költségvetési terv dokumentációt, és annak alapján végzik el a menedékhelyek kialakítását. Sajnos vannak olyan oktatási intézményeink is, amelyekben nem tudjuk biztosítani a jelenléti oktatást. Ezek földszintes faházak, nem rendelkeznek pincehelyiségekkel, és 100 illetve 500 méteres körzetben nem tudunk biztonságos menedéket biztosítani légiriadó esetére. Ezért a körös mezői kistérségben vegyes formájú lesz az oktatási folyamat. Stepan Stefúrják a kistérség oktatási, kulturális, ifjúsági és sportosztályának vezetője stábunknak elmondta. A körös mezőn működő két középiskolából csak az egyikben lehetséges a követelményeknek megfelelő óvóhely kialakítása. Annak az épületnek a menedék helyén, amelyikben a magyar tannyelvű óvoda és elemi iskola osztályai vannak, csak óvodások számára tudnak biztosítani óvóhelyet. Az egyes számú középiskola bázisán lettek kialakítva a magyar tannyelvű osztályok. Ugyancsak abban az épületben van az óvoda is. Elvégeztük a szükséges számításokat, és az óvóhelyen helyen csak az 55 óvodásnak tudunk biztonságos menedéket biztosítani. A 77 iskoláskorú gyermek sajnos távoktatásra kényszerül. Azt gondolom, hogy támogatni kell a nemzeti kisebbségeket, mindenfajta szolgáltatást és támogatást meg kell kapjanak. Többek között az oktatás terén is. Ezért mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy még egy óvóhelyet ki tudjunk alakítani a magyar tannyelvű osztályok számára. Az óvóhelyeknek Ukrajna polgári védelmi kódexe normáinak, valamint a szaktárca ajánlásainak kell megfelelniük. Kárpátalján az oktatási intézmények és óvodák ellenőrzését augusztus 15-ig kell elvégezni.